Egy magyar és egy dán egyetem közös kutatása a négy legfontosabb magyarországi gabonaféle termés átlaga és az éghajlati tényezők közötti kapcsolatot kutatta. A szakemberek szerint az átlag hőmérséklet emelkedése miatt stagnál a gabonák termés átlaga. A felmérések azt mutatják, hogy 1981 és 2010 között az átlag hőmérséklet növekedése Celsius fokonként közel 15%-kal csökkentette a terméshozamot a gabonák esetében. Szabó Béla, a Nyíregyházi Egyetem adjunktusa szerint Magyarországon és a megyében a helyzet nem olyan drámai, mint azt a kutatók jelzik. Nem érzékelem azt, hogy hirtelen egy drasztikus változás lenne, ami egyébként nagy mértékben segítené az új környezetvédelmi szabályok létrejöttét, hiszen csak a hirtelen drasztikus változások eredményeznek gyors döntéseket a mai rendszerünkbe. Ha gabonaféléket vagy tágabb értelembe vett módon a cereáliákat, amiben beletartozik a kukorica világviszonylatban a rizs, itt nálunk esetleg a kisebb mértékben termelt cirokfélék és a kalászos gabonákat nézzük, látjuk azt, hogy évről évre a termés mennyiségek, a termés átlagok emelkednek. Ez egy fél egyszázalékos növényfajtól és régiótól függően történő emelkedés. Ez köszönhető az egyre precízebb, egyre gondosabb, egyre komolyabb technikai elemeket használó növényápolási technológiáknak, tápanyagvisszapótlásnak, és a genetikai előrehaladásnak, tehát az újabb, magasabb termőképességű, jobb terméspotenciállal bíró fajtáknak. Ezzel egy szemben ható tényező az időjárási elemek egyre kevésbé kiszámíthatósága. Mindenki a saját bőrén érzi, hogy január 9-én milyen egy téli nap. Mindenki a saját bőrén érzékeli a tavaszi időjárási elemeknek a sajátosságait, és ez ugye a mezőgazdaságot egyre kevésbé kiszámítható helyzetbe hozza. A nyíregyházi szakember hozzátette, korábban is voltak a szájos évek, de már a tavaszi és őszi időjárás is szélsőségessé vált. Ezeket a szélsőségeket évről évre érzékeljük, és azt is érzékeljük, hogy az átlaghőmérséklet összességében emelkedett. Ezt könnyedén le tudjuk azon mérni, hogy egyre hosszabb tenyészidejű kukoricákat tudunk vetni, és egyre több a napsütéses órák száma, egyre melegebb, egyre nagyobb a hőösszeg. Azonban a gabonaféléket, ezen belül az őszi kalászos gabonákat oly nagy mértékben ez nem érinti, hiszen ezek a gabonaféléket ősszel vetjük, tavasz végére már befejezik élettevékenységüket, emiatt ezek a hirtelen időjárási anomáliák, bár egy komolyabb téli fagy vagy egy hótakaró nélküli problémásabb időszak csökkenti a termés átlagokat, de nem érinti olyan mértékben, mint a tavasszal termelt kukoricát vagy cirokféléket. Így összességében a tendenciákat látva én nem hiszek abban, hogy hirtelen fog megváltozni, hirtelen fog csökkenni nagy mértékben ez a termés átlag. A fő problémát az időjárás kiszámíthatatlansága jelenti. A tavaszi korai meleg hatására sokan elvégzik a vetést, majd a hirtelen lehűlés kárt okoz a növényben. A Nyíregyházi Egyetem kutatója szerint olyan mértékű rendszeres hőmérséklet ingadozást, mint amilyet az elmúlt 5 évben voltak, korábban nem tapasztaltak.